ne aludjál, dolgozzál reggeltől estig. Közben még azt is nézed, hogy éppen kimegy a képről, visszamegy a képre, hátra szalad, ordít, kiabál, sír, nevet, és én ettől teljesen összeomoltam. Ez bárkivel megtanítható, akinek ritmusérzéke van. Legfeljebb a hangja, fa hang marad. Tessék nekem mondani egy orvosi kifejezést. Szuper volt! Aki pedig sokszor veled egy cipőben jár, akkor figyel Klaudiát! Figyel Klaudiát! Köszöntöm kedves nézőinket! Csukják be a szemüket egy pillanatra, de tényleg csukják be, mutatok valamit. Azért csukják be. Ó, Fernando José, úgy szeretlek, főleg amióta kiderült, hogy én vagyok gyermekeid anyja és lánya vagyok mostohát volt férjenek, és talán még a tévészerelővel is volt viszonyom. Na, mi ez? Nem bolondultam meg, és gondolom sokan felismerték talán, hogy egy mexikói sorozat egyik szereplőjének hangját adtam. Az én arcomat talán már összekötik a hangommal, de rengeteg szinkron hang van, akihez talán még nem párosul ismerős arc. Ma olyan művészekkel beszélgetek, akik nap mint nap ott vannak a szobájukban, és talán még önök sem tudják, hogy kik ők. Ördögi mosoly, fondorlatos cselszövés, egy-két csepp olaj és persze nők. Ez kellett a világhírhez Larry Hagmannek, a Dallas jockeyának, de a magyar hangja nélkül lehet, hogy csak egy uncsi-amcsi maradt volna. Kránitz Lajos színművész. Lajos, ki keres jobban? Larry vagy te? Hát ez a kérdés jó. Úgy tudok válaszolni rá, hogyha annak idején, amikor ezt a Dallast forgattuk, már úgy a magyar szinkronját, hogyha én nekem a német, akkori nyugat-német viszonylatban szinkronizáltam volna le... Amennyiért a német színészek szinkronizálnak? Akkor én nekem ma semmi fajta gondom nem lenne. Egyébként nagyon szeretted Jockey, de miért szeretted őt ennyire? Hiszen annyira ellenszenves volt. Megmondom miért. Egyrészt egy jó kis pajkos játék volt, a huncutsága, meg, hogy mondják ezt, azt mondják, hogy rossz film volt, rossz sorozat volt, rosszak voltak a színészek. Én csak a... Nálamnál nagyobb embereket tudom idézni, és mégis mindig nézni kellett. Most akkor nekem kutya kötelességem volt Larry Hagmant megpróbálni tolmácsolni a magyar közönség számára, mert megtisztelő volt, nekem megtisztelő volt. Jó én volt bevallom, a csapat, akivel dolgoztatok együtt akkor? Nagyon jó volt. Nagyon, ma hány már... éven keresztül szinkronizáltad Larry Hagmant? Nyolc éven keresztül. Egy nagyszerű ember találta azt ki, ha szabad ezt mondanom, éppen ez volt az ő nagyszerűsége, hogy Hazai Györgynek hívják az illetőt, aki ma már nem műveli a szakmát, hogy azt mondta, most ugye nem hallatszik, mert mandulagyulladásom van, mert mindegy, most nem a régi Jockey hangja szólal, de azt mondta, hogy ő neki olyan ember kell, akinek kellemes hangja van, mert eleve egy gonosz embert nem lehet kellemetlen hanggal eljátszatni. Találjuk ki azt, hogy egy kellemes ember behizelgő, bársonyos hangon adja el a közönségnek, és úgy tűnik szerénytelenség, mert nem azért, hanem eladott, ő adott el, közönség úgy hiszem, hogy szeretett ebben, és valóban igaza volt ebben a Hazai Györgynek, hogyha eleve egy ilyen ronda, reket hangú, gyoki lett volna, akkor, de attól, hogy behizelgő, kellemes... Vipera hang, vipera. Ma ezek a vége láthatatlan sorozatok, ezek igénytelenebb munkák, mint annó, amár többiek voltak? Őszintén.
Igen, azt hiszem egy kicsit igen. Akkor mondtad, de mindenki szégyen, hallotta. Szégyen bevallani, de azt hiszem, hogy nem a valami ívességgel készült, ahogy Básti Lajos leült a Megrét szinkronizálni. Nem a valami ívességgel csináljuk, beleértve a személyemet is. De te beavatott vagy, tehát lehet, hogy a közönség nem így látja. Szerinted ők is észreveszik a különbséget? Nem tudom, mert azért a végeredmény azért jó, a végeredmény jó, mert elfogadják. Hát ne kell képzelni azt, kedves közönségtől megkérdezem, amikor volt alábrekegés, amikor jöttek a kazetták, nem tudom, ja igen, amikor neked. Volt, hogy jaj, lelőttek, Istenem, borzalmas. Hát ahhoz képest nagyszerű. Azt olvastam, hogy ön egyáltalán nem vigyáz a hangjára, ez nem veszélyes? Tessék, itt az eredménye. Egyik fiatal kollégának azt mondtam, amikor azt mondtam, de szeretném, hogyha ilyen, de mondom, most nem ott szól abban a regiszterben, ahol én szeretem a hangomat, de szeretném a ilyen recsegő, mély hangot, nem mondom. Igyál többet, cigarettázzál többet, ne aludjál, dolgozzál reggeltől estig. Ilyen lesz a hang. Ahogy mi színészek mondjuk, a szinkronban a tömegből nőjük ki magunkat. Így volt ez vele is, bár az elején úgy érezte, ez a munka soha nem fog menni neki. Már a méltán az egyike a legismertebb szinkronnaiváknak. Kisfalvi Krisztina. De nehéz elképzelni, valaki olyan profi, mint te. Az valaha azt mondta, hogy én ezt nem merem. Volt valami szenyó szinkron rendező, mert pofán verem, hogyha volt ilyen, nem, ezt merte mondani nekem. Nem. Ez egész egyszerűen úgy történt, hogy én egy kollégám fölvitt akkor még Pannonia filmstúdióba, hogy megnézzem ezt az egészet, hogy történik, és szerettem volna én is elkezdeni szinkronizálni. És arra is emlékszem, hogy a Császár Angéla volt egy nagyon drámai film, volt már utána, már arra nem is emlékszem, hogy mi volt a címe, de én beültem a sarokba, és azt mondtam, hogy én ezt soha az életbe, szóval majdnem sírógörcsöt kaptam, egyszerűen annyira döbbenetes volt a látvány, meg az érzés, mert ugye az ember kívülről azt gondolja, hogy hát mi az, hát ott látja a képen, hogy mit csinál, és akkor az nem olyan egyszerű. És akkor láttam, hogy igen, hát ott a papír, megy az a kis bizonyos tekercsnek hívjuk ugye ezeket, igen, a részeket. Igen, ezt magyarázunk, hogy mi ez a tekercs, mert régen úgy volt ugye, hogy tekercsekre volt bontva hát a film, most is. Csak azért hogy... tekercs, mert akkor konkrétan film. Igen, ezt igen. Lajos többet tudna erről mondani, hogy igen. Azért... Hát szétvágják a filmet, most mechanikusan, most már számítógéppel, és ezt hívják tekercsnek, tehát tulajdonképpen 10 másodperc, 20-30 másodperces részekre, és akkor ugye ott van a papír, azt az embernek rá kell próbálnia, közben még azt is nézed, hogy éppen kimegy a képről, visszamegy a képre, hátraszalad, ordít, kiabál, sír, nevet, és én ettől teljesen összeomoltam. Azt mondtam, hogy én ezt nem, és aztán utána egy 2 évre rá kezdtem el újból járni a Pannonia Szinkron stúdióba, és valahogy nem tudom, igazából nem tudom megmagyarázni, hogy mitől múlt el az ilyenfajta gátlásom. Valahogy ez elmúlt, és... Ma már nem izgulsz? Soha? De. Ez ki, attól függ, hogy kivel állsz egy mikrofonnál. Igen. Ki mellett izgulsz? Például egy ideig nagyon... izgultam a Gáti Oszkár mellett például. Igen, ő egy... Aztán valahogy csináltuk együtt a Francia Csók című filmet, és az valahogy annyira így... Te meg Ryan volt ebben, igen, igen, és annyira, nem tudom, ott elmúlt minden fajta gátlásom, félelmem tőle, és így ment az egész dolog. Nem volt még soha olyan érzésed, hogy átváltoztál mondjuk egy kicsit olyannál, mint a főszereplőnő? De kinél volt ilyen? A legelső ilyen nagy szerepem volt az Anna című sorozat, amikor egy árva kislányt kezdtem el szinkronizálni, és 12 éves korától fölnőtt ő a 22 éves koráig. Ezt minden karácsonykor leadják. Igen, és az a mai napig az egyik nagy kedvencem, és vele voltak az ő kis hebrencs, nagyon-nagyon hasonlítunk, így azt gondolom, magánéletben, bár ezt nem nyilván így a közönség ezt nem érzi, de én tudom. Mennyire tudod beleélni magadat a szinkron szerepedbe, és hogy megtörtént-e már az veled, hogy a mozit valóságként éled meg?
Hát én a szinkronban is úgymond egy beleélő színész vagyok, tehát például pont ennél az Anna című sorozatnál megtörtént az, amikor az idős házaspár, akiknél volt ez a kislány, és meghalt a testvérbáty, és akkor a pásztor Erzsivel egyszerűen, amikor ez megtörtént, egyszerűen sírtunk, és abba kellett hagyni a forgatást, mert annyira beleéltük magunkat, és annyira nagy hatással volt ránk ez a dolog, hogy nem tudtunk ez velem is megtörtént dolgozni. Már és ez egy baromi jó dolog szerintem, nagyon jó érzés. Jó, sírunk, igen, aztán menjen tovább. Igen.